Több fenyőfa csemetét is elültettek ma a Nagykanizsai Javítóintézet növendékei az ifjúsági parkban. Az intézet lakói emellett jelképesen örökbe fogadták a parkot. Öröm az is számunkra, hogy elértük. Ma már nem csak kérünk, adni is képesek vagyunk, hiszen az illegális hulladéklerakó felszámolásán túl, fák ültetése mellett a park örökbefogadásával azt is kinyilvánítjuk, hogy állományának gyarapítását folyamatos feladatnak tartjuk, annak fenntartásában, karbantartásában is szerepet vállalunk a jövőben. A Földnapja alkalmából szervezett eseményen Dénes Sándor polgármester elmondta, fontos, hogy tegyünk környezetünk védelméért, az pedig jónak tartja, hogy ebben a javítóintézet fiatalja is részt vesznek. Nem csak, hogy fát ültettek ma, hanem rendbe teszik a környéket, a szemetet összeszedik, és ezt vállalták a jövőben is. Sőt, ez a mai idézőjelbe akció folytatásaként a nap folyamán szemetet fognak szedni itt a város széleken. A Földnapját 1990 óta ünnepeljük Magyarországon minden év április 22-én.